Még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Budapesti Golgota Gyülekezetben, és mielőtt folytatnánk az ige hirdetéssel, szeretnék hirdetni néhány dolgot. Állandó hirdetésem az állandó bátorításom, ami ahhoz kapcsolódik, hogy hiszek az ima erejében ezért mindig újra és újra bátorítalak benneteket, tehát picit előbb tudtok jönni a hátsó kisteremben, mindig imádkozunk és hordozzuk ezeket az alkalmakat, és én mindig nagyon hálás vagyok azokért, akik jönnek, ha csak egy néhány perccel is, mert tudom, hogy sokszor épp, hogy ideértek a munkából vagy messziről, ahogy utaztok át ezen a forgalmas városon, de én akkor is nagyon hálás vagyok, ha tudtok csatlakozni, és az ima tényleg nagyon fontos. A második hirdetésem pedig az, hogy állandó e-mail címünk van, ahova, ha szeretnétek kérdezni, hogyha nincs időtök alkalom után itt kérdezni, vagy éppen most is nem vagytok itt, mert az interneten keresztül vagytok velünk, akkor e-mailt bármikor írhattok, állandó e-mail címünk a hetfó este, ugye ékezet nélkül a hétfő este, kukacgolgota.hu. este kukac, Erre írhattok az alkalmakkal kapcsolatban, vagy Mással kapcsolatban is szoktam kapni kérdéseket, és ha ah, tudok, akkor szívesen válaszolok. Még egy dolgot szeretnék hirdetni. Az alkalmakkal kapcsolatban, nem csak ezen alkalommal a estével, hanem többi alkalommal kapcsolatban is nagyon sok szolgálat van, hogy működjenek ezek az alkalmak, hogy legyen mindig közvetítés, legyen felvétel, legyen kivetítés, ezért szolgálókra szükségünk van és időnként valamelyik területen kevesebben vagyunk. Most például azt szeretném hirdetni, hogy ha valaki esetlen be tudna segíteni, akár egy hónapban egyszer is, vagy ahogy akar, vagy ahányszor akar, a kivetítő szolgálatba. Az nagy segítség volna, mert most nagyon kevesen vannak, azért, hogy tudjuk látni a dalok szövegét, azért, hogy az igéket, amelyeket fogok mondani, és mindig mondok, azért ki tudjuk vetíteni. Ez nagy segítség, hogyha van erre nézve bármelyik kötökben egy kis indítatás, akkor ne tartsátok vissza magatokat, gyertek, szóljatok nekem, vagy bárkinek a szolgálatban, és akkor elkalózolnak benneteket, és nagyon egyszerű, nem bonyolult az a feladat, amit ilyenkor csinálni kell a kivetítő szolgálatban. Most pedig imádkozom, és utána fogjuk folytatni az első korintusi levél tanulmányozását. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy te egyszer szóltál és előállt ez a világegyetem, amely annyira csodálatos. Akár a távcsőbe nézünk, akár a mikroszkóba, akár ha végigmegyünk a természetben, a tenger mélyén, vagy ahol a madarak repülnek a magasban, bárhol nézünk körül ezen a világon, ezen a földünkön, ez csodálatos. Még így is, hogy a bűneset után már sokat pusztult, és sokat romlott, és sokat pusztítjuk. Köszönjük, hogy neked jók a terveid, és jók a terved az emberrel is. És köszönjük, hogy egyen-egyenként van terved, és gondoskodsz rólunk. Köszönjük azt, hogy nem véletlen, hogy ma itt lehetünk, nem véletlen, hogy most hallhatjuk ezt, az ige hirdetést, Ezeket az igéket szeretnénk meghallani a szavad. Szeretnénk hallani, látni a hitünk szemeivel téged, veled találkozni, megújulni, életre kelni. Cseleked velünk, Istenünk, amit Te akarsz, ami a Te terved, a jó és tökéletes terved erre az estére, ami életünkkel. Amen. Pálapostolnak korintusiakhoz írt levelét tanulmányozzuk ezeken az estéken, és a mai alkalommal a hatodik fejezet 9-estől a, a hatodik fejezet, 12-estől a 20-as verseit nézzük meg. Ugye a múltkor a 9-estől a 11-es versekig tudtunk eljutni, és most folytatni fogjuk a 6. fejezet 12-estől a 20-as verseit. Elég sok verset fogunk megnézni, most kivételesen, ugye hozzászoktatok ahhoz, hogy néha lassan haladok, hogy mélyen tudjunk az igébe menni. Remélem, hogy most is mélyen tudunk az igébe menni, de azért vettem ilyen sok verset, mert ezek a versek összetartoznak, nagyon összetartoznak és egy teljes egész mondani valót fognak takarni, majd látni fogjátok, úgyhogy ezért veszünk ezen alkalommal ilyen sok verset egyszerre. Mielőtt felolvasnám azonban ezeket a verseket, szeretnénk bevezetni a mai alkalmat, szintén a Bibliából más versekkel, a példabeszédek könyvéből. A példabeszédek könyvéből az 5. fejezet 18-as és 19-es verseit szeretném felolvasni nektek. Legyen forrásod áldott, és örülj ifjúkorodban elvet feleségednek. Szerelmes szarvasünő, és kedves őzike ő. Keblei gyönyörködtetnek mindenkor, szerelmétől mindig mámoros leszel. Micsoda szavak ezek, Hogyha nem mondtam volna, hogy a Bibliából idézek, akkor azt gondolhatnánk, hogy egy erotikus szerelmi regényből vettem ezeket a sorokat, hiszen valóban a szerelemmel áhítatott és a szexuális vágyakozással is átitatott szavak ezek. És azért vettem ezeket a verseket, hogy bevezessem a mai témánkat, ami a szex. A szex és a szabadság a szexuális szabadság, és azért ez a témánk, mert Pálapostól ezt hozza elénk, ahogy versről versre haladunk, nem én választom a témát, hanem Isten az igéjéből, és most pont erről lesz szó, úgyhogy ez a témánk. Mielőtt a verseket felolvasnám, hagyd mondjak egy pár dolgot arról, hogy a szex az Isten tökéletes terve a szexualitást Isten alkotta. Nem mindig így gondolkozunk, és sokan nem így gondolkoznak a szexel kapcsolatban, de a legfontosabb dolog, amivel szeretném kezdeni, hogy Isten találta ki a szexet, Istennek van rá terve, hogy hogy működik a szex. Ezért érdemes meghallgatni, hogy mit mond ő erről. Én azt gondolom, hogy Istennek ez egy csodálatos, különleges, egyedülálló ajándéka. Talán nincs az életünkben még egy hozzáfogható dolog, mint a szex. És tudom, hogy ebben a világban nagyon sokat hallunk a szexel, szexről kapcsolatban. Ez a világunk át van itatva mindenféle szexuális üzenettel. Elég rossz irányból és rossz motivációval és rossz céllal történik mindez. És elég nagy pusztulást is okoz a világunkban az, hogy a szex nem a helyén van. De el kell mondjam, hogy Isten eredeti tervében, a szex az ő gondolata, az ő terve, és ő tudja elmondani, hogy ez, ez hol áldás. Hol lehet áldás C.S. Louis a következőket mondta, és érdemes ezeket a szavakat, nagyon mély gondolatok, még meggondolni így az elején. Valóban, ha igazán belegondolunk, hogy micsoda elképesztő jutalmakra találunk féktelen ígéreteket az evangéliumokban, úgy tűnik, hogy urunk szerint vágyaink nem, hogy túlságosan erősek, hanem pont túl gyengék félszívű teremtmények vagyunk. Itallal, szexsel és ambícióval vesződünk, miközben végtelen örömöt kínálnak nekünk. Mint az a tudatlan kisgyermek, aki arra vágyik, hogy továbbra is homok süteményt készíthessen a nyomor negyedben, mert nem tudja elképzelni, mit is rejt magában egy tengerparti nyaralás ajánlata. Túlságosan, könnyen megelégszünk. Aki a pornó, a váltott szexualitás, szexuális kapcsolatok, a korlátlan szexuális élvezeteket éli, érdekes módon épp az ellenkezőjét érje el annak, amit szeretne elérni. Nem, hogy teljesen megelégíti őt a szex, hanem kiüresíti. Nagyon találóak ezek a gondolatok és nagyon igazak a mi világunkban is. Ebben az évszázadban is, ezekben az években is, a világnak ezen a környékén is, elég sok környékén is. Nagyon találóak C.S. lewis a szavai. Csak Isten terve szerint lesz a szex az, aminek az Isten alkotta. A Biblia ezt egyértelművé teszi, hogy ahova az Isten alkotta, az a házasság. Az a házasság. És egyedül ott lesz áldássá. Minden máshol pusztító. Na de nézzük akkor a mai igényket. Szeretném előbb egybe felolvasni az első korintusi levél 6. fejezetének a 12-es versétől a 20-as verséig. Minden szabad nekem, de nem minden használ minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Az eledel a gyomorért van, a gyomor meg az eledelért, de Isten ezt is, amaszt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért, az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja. Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai, parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele? Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amitől Istent, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma? És ezért nem a magatokéi vagytok. Mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Sokat beszéltem már arról, hogy a kereszténység lényege nem az, hogy megfeleljünk bizonyos törvényeknek, hanem mi a kereszténység lényege? Jézus Krisztussal egy személyes szeretet kapcsolat. Aki őt megismeri, aki őt befogadja, vele egy olyan kapcsolatba kerül, ami nem hasonlítható semmi máshoz. És ez az élet a vele való közösségben, a vele való életben történik. Ezt hívják kereszténységnek. Kegyelemből lett üdvösségünk hitáltal, Krisztusba vetett hitáltal. Isten ajándéka ez. És szabadokká tett minket, amikor újjászülettünk. Nem kell betartanunk törvényeket azért, hogy üdvösséget szerezzünk, hisz nem is tudnánk megtenni. Szabadok lettünk szabályoktól és törvényektől. Sok igazság van ezekben a szavakban. Azonban akkor ott Korintusban, ugye, akiknek Pálapostól írja ezt a levelet, a keresztény szabadsággal kapcsolatban kezdtek a gondolataik elcsavarodni. Kezdték félremagyarázni ezt. Azt mondták, hogy ha nem kell semmilyen törvénynek megfelelnem, mert szabad vagyok Krisztusban, akkor bármit megtehetek. Ezt mondták. És az a terület, ahová mire ezt elkezdték alkalmazni, az a szex volt. Talán nem véletlen, hisz ne felejtsük el, hogy Korintus abban az időben egy 700 ezer fős, fényűző nagyváros volt. És a városnak minden pontjáról lehetett látni a város fölé nyúló óriási sziklán álló afrodité szobrot, ami jelképezte azt, hogy ez a város a szexuális élvezetek városa. Afrodité templomában ezer papnő szolgált, valójában ezer prostituált volt. Gondoljátok meg, micsoda intézmény, ezer prostituáltal. És ez a nagyváros egy kereskedelmi központ volt, sokan átutaztak ezen a városon, sokan azért jöttek, hogy betérjenek Afrodité templomába a prostituáltakhoz. Tehát híres volt ez a város, a paráznaságról, a szexuális élvezetekről, és a város lakói élvezték is ezt sokan. És gondoljátok meg, hogy amikor Pál Apostol ott járt, és hirdette az evangéliumot, és megtértek a korintusi város lakók, és kijöttek a múltjukból, abból az életből, újjászülettek, és Isten kezdte megszentelni az életüket, ők ebben a környezetben éltek. Állandóan bombázta őket a környezetükből a szexuális kísértés, és talán az ő maguk élete is, a múltjuk is az volt, hogy ők úgy elégítették ki a szexuális vágyaikat, hogy prostituáltakhoz jártak. És ez teljesen normális és elfogadott volt. Akárcsak a mai világ mondhatná. Akárcsak a mai világ, tehát nem vagyunk messze. Hettől. Tehát ez volt az a környezet, amiben a korintusi gyülekezet élt, és úgy tűnik, hogy a korintusi gyülekezetben voltak olyanok, akik a keresztény szabadságot úgy értelmezték, hogy hát bármit megtehetünk, hát, hát ha szexuális szükségleteink vannak, hát ki kell elégíteni. Hát ebben nincs semmi rossz. Hát az embernek vannak szükségletei, hát ha éhes vagyok, enni kell, ha szexuális vágyam van, ki kell elégíteni, nem? Így gondolkoztak a korintusiak közül sokan, és elkezdtek prostituáltakhoz járni. A korintusi gyülekezetből sokan a keresztények. Ezért reagál, és mondja el ilyen részletesen pálapostól a hátterét annak, hogy mi történik veletek, ha ti ezt csináljátok. Úgyhogy most megnézzük, hogy szoktuk, versről versre próbálom elég részletesen végigmenni ezen a szakaszon, hiszen van benne több nehezen érthető rész is. 12-es verset újra olvasom, tehát 1 Korintus 6.12. Minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Korintusiak szlogenje volt ez, hogy minden szabad nekem, és Pálapostolit ezt idézi tőlük, hogy minden szabad nekem, ezt mondták. Azonban Pálapostolit helyre teszi ezt a gondolatot, és azt mondja, hogy az, az az alapelv, hogy minden szabad, csak egy fontos feltétellel érvényes. Csak akkor ha nem okoz kárt senkinek, sem másnak, sem magadnak. Más szóval, ha szeretetben maradok. Minden szabadnékem. ha szeretetben maradok. Augustinus egyébként másképp úgy fogalmazta meg ugyanezt az alapelvet, amiről Pálapostól itt beszél, hogy szeres és tégy, amit akarsz. És ez én kicsit meghökkentő, micsoda? Tégy, amit akarsz? Igen. Ha szeretsz ha valóban szereted az Istent, ha valóban szereted az embertársaidat, ha valóban szereted a saját testedet is, tégy bármit. Ez igaz. Ugyanez más szavakkal, amit Pál Lapostól itt mond. És Pál meg is magyarázza, Ugyanebben a versben, hogy miért nem használ minden, miért nem jó minden, még hogyha szabad is. Azért, mert lehet, hogy rabja leszel valaminek, ami neked szabad. És ha valaminek rabja leszel, akkor el fog pusztítani előbb vagy utóbb. Tehát az igazi kérdés, egy keresztény számára nem az, hogy szabad-e nekem, hanem az, hogy használ-e nekem, vagy másnak. És Pál részletesen elmagyarázza, hogy mi a különbség a testi szükségletek, mint például az éjség, és a szex között, ugye, mert ez volt a logikája a korintusiaknak. Nézzük csak meg, 13-as, 14-es verset újraolvasom. Az eledel a gyomorért van. A gyomor meg az eledelért. De Isten ezt is, amazt is meg fogja semmisíteni. A test azonban nem a paráznaságért van, hanem az Úrért. Az Úr pedig a testért. Isten ugyanis feltámasztotta az Urat, és hatalmával minket is fel fog támasztani. Pálapostól egyébként itt egy olyan retorikai eszközt is használ, amit kiazmusnak hívnak, a kiazmus egy nagyon érdekes, tükörképes, keresztező elrendezése a szavaknak, amely azzal éri el a hatást, hogy az első rész kulcsfontosságú elemeit a második rész fordított sorrendben ismétli meg. Pálapostól ezt az eszközt itt használja, és igazából két fontos állítás csoportot mond el. Ugye a korintusiak azzal érveltek, hogy a szex az csak egy szükséglete a testnek. Olyan, mint az éjség. Azt mondták, ha éhes vagy, enni kell. Tehát az étel meg a gyomor összetartoznak. Hasonlóan azt is mondták, ha szexuális vágyad van, akkor ki kell elégíteni. Erre meg jó egy prostituált, nem? Pál Lapostól itt azt mondja, hogy a, a rossz a logika. Rossz a logika, mert az éhség az valóban egy olyan szükséglet, amit étellel ki lehet elégíteni, és a kettő összetartozik. De a szex esetében más a helyzet. A testhez nem a paráznaság tartozik, hanem micsoda? Az Úr. Meglepő társítás. Igaz? Mit jelent ez? Mit jelent ez? Ugye ez nem olyan könnyen érthető. Nézzük meg részletesebben Pál logikáját. Tehát Pál két esetet hoz fel, és mindkét esetben három állítást tesz ezekben a versekben. Nézzük az elsőt. Egy az eledel a gyomorért van, kettő, a gyomor az eledelért, három, Isten mindkettőt megsemmisíti, tehát ezek csak idéglenes dolgok. Ebben az állításban benne van az tulajdonképpen, hogy hogyan gondolkoztak a korintusiak, mivel minden szabad, az étel a gyomorért van, a gyomor az ételért, és különben is ezeket Isten végül is úgyis megsemmisíti, ezek mulandó dolgok, teljesen hasonló minden testi vágy ehhez, például a szex is. Tehát ez volt az ő logikájuk. Tehát a szex a testért, a test a szexért, ezek is csak idéglensek. Ezt gondolták. Pálapostól azonban meghökkentő párhuzamot, párhuzam állítás sorozatot tesz szembe ezzel. A következőt mondja. Egy, a test az úrért van. Kettő, az úr a testért van. Három, Isten feltámasztotta az Urat, és minket is fel fog támasztani. Tehát a korintusiak két dologban tévedtek. Az egyik az, hogy a test az nem a paráznaságért van, hanem az Úrért. A másik az, hogy a test az nem lesz elpusztítva, hanem fel lesz támasztva. Nézzük meg részletesen, hogy mit jelent ez. Mit jelent az, hogy a test az Úrért van? azt, hogy a megváltásban a teljes ember meg lett váltva. A test is. Tehát bár a gyomor megsemmisül, de a test nem. Mert a test a teljes ember tartalmazza. A test és lélek. Az apostol a görögben a szómát használja, ami az egész embert jelenti. A megváltás teljes. Krisztus a kereszten a teljes embert váltotta meg, nem csak a lelkét. Az egész embert, a teljes embert. Mit jelent az, hogy az Úr a testért van? Mert ez volt a másik állítás, ami elég meghökkentő, nem? Ez arra vonatkozik, hogy az Úr a megváltásban önmagát adta értünk az egész lényünkért, a testünkért. Tehát az Úr és a megváltott test, az egész, a lélek és a fizikai test együtt, összetartoznak. Ezt akarja a pálapostól itt mondani. Olyannyira, olyannyira összetartoznak, hogy ahogy feltámadta Krisztus, a mi testünk is feltámad. Tehát Pál itt határozottan elutasítja azt a görög filozófiát, ami belopózott egyébként a gyülekezetbe, és befolyásolta a korintusi keresztényeket, hogy csak a lélek számít, a test nem. Mindegy, mit csinálunk a testünkkel, ez is elmúlik, ez nem fontos. A lelkünk a fontos. És ez nem így van. A Biblia nem ezt tanítja. Amikor Isten a világot teremtette, az anyagi világot is, akkor azt mondta, ez jó. Ez jó. Semmi rossz nem volt a fizikai és anyagi világban. A bűneset következménye az, hogy romlott lett mind a szellemi, mind a fizikai világunk, és magában hordozza a betegségeit és a pusztulását. De ez nem így volt eredetileg. És nem így lesz végül. Mert Istennek van egy terv, hogy helyreállítja az egész teremtést. És ebben a helyreállításban az első lépés, amit veled megtesz, az újjászületésben. Mi történik? Hogy Krisztus meghalt érted. Az egész lényedért. Nem csak a lelkedért. A testedért is. A lélek és a test együtt. Istennek ez az eredeti terve. Ez teljesen helyre lesz állítva. A megdicsült testünkben már nem lesz betegség, fájdalom, szenvedés. Még nem tartunk ott, ez a test, amit én hordozok, érez fájdalmat, betegséget, pusztulnak a sejtjeim, és valószínűleg, ha hamarabb jön, Jézus nem jön vissza, akkor a fizikai halált is át kell, hogy éljem. Ennek ellenére, ez a test, ez a test, megváltott test. Nem vágja félbe Isten. Szellemi részt megváltottam, fizikai hagy pusztuljon. Megváltott test, az egész ember. Amikor azt mondja a Biblia, hogy test, akkor az egész emberre mondja itt, az egész ember meg van váltva. Utána az apostol feltesz nekik egy kérdést. Nézzük csak, 15. vers. Vagy nem tudjátok, hogy a ti testetek a Krisztus tagja? Most tehát azok, akik a Krisztus tagjai parázna nő tagjaivá legyenek? Szó sem lehet róla. Emlékeztek a múlt alkalommal is, Pál rákérdezett a korintusiakra, akik nagyon büszkék voltak a bölcsességükről, hogy ők mindent tudnak, és Pál azt mondta nekik, Hát nem tudjátok? Most újra ezt teszi. Hát nem tudjátok? Ugye ebben a fejezetben sokszor teszi ezt, és nem véletlenül. Hát nem tudjátok? Mit nem tudtak? Hogy a ti testetek a Krisztus tagja. Az újjászületett keresztények mi mind Krisztushoz tartozunk. Krisztus testének a részesei vagyunk. Egyek leszünk vele. Bármennyire is misztikus számunkra ez, bármennyire is láthatatlan számunkra ez, bármennyire is érthetetlen számunkra ez, ez az igazság. Mi Krisztushoz tartozunk. Aki újjászületett, az az övé, és övé a Krisztus. Aki újjászületett, az kapja Isten szent lelkét. Fantasztikus változás történik az újjászületésben, és Páliter emlékeztet. Hát nem tudjátok? A ti testetek a Krisztus tagja. És valószínűleg elég elkerekedett a szemük a korintusiaknak, amikor Pálapostól soraiban azt olvasták, hogy lehet olyan, hogy egy parázna nő tagjai leszünk. A Krisztus tagja. És Pál megmagyarázza a következő versekben, hogy mire gondol. 16-os, 17-es versek. Vagy nem tudjátok, hogy aki parázna nővel egyesül, egy testé lesz vele. Mert amint az írás mondja, lesznek ketten egy testé. Aki pedig az úrral egyesül, egy lélekő vele. Pálapostól először itt elmagyarázza nekik, amit tudniuk kellett volna, hogy mi történik a szexuális kapcsolatban. Aztán pedig azt, hogy mi történik az újjászületésben. Két dolgot magyaráz el. Pál először idézi azt, amikor Isten a házasságot és a szexet megtervezte. Istennek az eredeti gondolata Mózes első könyvében, a második fejezet 24-es versében ezt olvassuk. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, Ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Imi, itt van a terv, Isten terve. A szexuális kapcsolatban a két fél, a férfi és a nő, ma már ezt is fontos hangsúlyozni, tehát a férfi és a nő egy lesz. Egy egységet alkot mindenféle értelemben, nem csak lelki, hanem testi értelemben is. A szexuális kapcsolat a legintimebb, a legszorosabb kapcsolat, ami két ember között létezik a világon. Ez valami különleges dolog. És ennek nagyon mély lelki része is van, akár hiszünk benne, akár nem. A második dolog, amire az apostol felhívja a figyelmet, hogy az újjászületett keresztények pedig ugyanakkor Isten tulajdonai. A lelkük is, a testük is, mindenük. Ha tehát egy újjászületett keresztény szexuális kapcsolatba kerül egy prostituáltal, akkor ellopja azt, ami az úré. Mert a szex egyesít két testet. Két test egyesül, és egymásé lesz a szexuális kapcsolatban, és a prostituált része lesz a keresztény, aki az úré. Egyedül egyetlen egy is esetben igaz az, hogy valaki szexuális kapcsolatban nem lopja el azt, ami az úré a házasságban. Mert Isten arra tervezte és rendelte a szexuális egyesülést. A házasságon kívüli szex ezért hasonló, mintha valaki kirabolna egy bankot. Elveszi azokat az értékeket, ami nem az övé. A korintusaiakat nem csak arra kellett emlékeztetni, hogy mi történik a szexnél, hanem arra is, hogy mi történik ugye az újjászületésben. Hogy az újjászületésben a Krisztus és a az újjászületett keresztény között létrejön egy misztikus egység. Ha te újjászülettél, akkor te és Krisztus között van egy egység. Most gondold meg, ha te elmész egy prostituálthoz, akkor Krisztust összehozod egy prostituáltal? Pontosan ez történik. Pontosan erre gondol itt Pál. Pontosan erről beszél itt az apostol. Ezért a 18-as versben a következőt mondja. Kerüljétek a paráznaságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, a saját teste ellen vétkezik. Nem könnyű ez a vers is. Nézzük sorra. Ebben a versben két fontos állítás van. Az egyik, hogy hogyan győzzünk a szexuális kísértésben, egy nagyon fontos állítást tudunk meg itt ebből a versből. A másik pedig az, hogy a paráznaság miért más bűn, mint a többi. Úgyhogy nézzük sorra. Hogyan győzzünk? Azt olvassuk a magyar fordításban, hogy kerüljétek a paráznaságot. Itt fontos, hogy megnézzük az eredetit, mert a magyar fordítást kicsit nem hozza ki az eredeti jelentést. A paráznaságra Pál a görögben a porneja szót használja, ami mindenféle szexuális erkölcstelenséget magába foglal, tehát nem csak a házasság előtti vagy a házasság kívüli szexuális kapcsolatot, hanem a homoszexualitástól kezdve minden szexuális perverziót. Az a szó a pedig, amit úgy fordítottak kicsit gyengén a fordítók, hogy kerüljétek, az eredeti jelentése ennek a szónak az, hogy menekülni, futni. Ezt jelenti a szó. Tehát itt Pál mit mond? Nem azt mondja, hogy figyelj, vedd fel a harcot a parázna kísértéssel úgy, hogy megállsz vele szembe, szembenész, befeszítesz neki, ellenállsz neki. Pál nagyon jól tudja, hogy ez nem működik. Ez nem működik. Ő megmondja, hogy hogyan győz. Fuss! Menekülj! Rohany! Azt mondja Pál, rohanj! Fussál! A Bibliában talán legjobban József mutatta be ezt nekünk. Nem tudom, hogy emlékeztek-e József történetére. Egy nagyon érdekes történet, ugye Potifár nével volt egy bizonyos esete Józsefnek. Emlékeztek rá, hogy József nagyon hosszú ideig önmegtartóztatásban élt, és egész biztosak lehetünk, hogy voltak szexuális vágyai. Mózes első könyvének 39. fejezetének a 12-es versében ezt olvassuk. Ekkor megragadta őt az asszony a ruhájánál fogva, és azt mondta, háj velem. Ő azonban ott hagyta ruháját, az asszony kezében futásnak erett, és kiszaladt. Tehát ott van József, akinek nagyon hosszú ideje nem elégültek ki a szexuális vágyai, és akkor a ház úrnője valószínűleg egy gyönyörű nő lehetett. Tehát nem egy rabszolga, egy, 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 egy olyan nő, aki, aki nem gondozta magát, oda jön, és azt mondja: feküdj le velem. Mit érezhetett József? Mekkora volt ez a kísértés neki? Hatalmas. És József tudta, hogy csak egyetlen egy módon tud megmenekülni. Ha fut kitépte magát a nők kezéből, és rohant, vissza se nézett. Pontosan erről beszél nekünk itt Pál Apostol, amikor mondja ezt a verset, amit felolvastam, ugye a korintusi levélből az előbb, ugye a 18-as versben, menekülj a paráznaság elől. Szó szerint ezt jelenti, amit itt ugye Pál mond. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, talán azt gondoljuk, hogy ez egy kicsit túlzás, hát ellen tudunk mi állni kísértéseknek, nem? Gondold végig, lehet, hogy már át is élted sokszor. Valóban ellen tudsz állni? Ne hidd, hogyha elkezdesz valamit, és belemész, akkor olyan könnyű lesz megállni. Ne hidd azt, hogy ha elkezdesz flörtölgetni valakivel, és egyre inkább beindul valami, akkor az olyan könnyű lesz majd megszakítani. Ne hidd azt, hogy ha elkezdesz pornót nézni, akkor majd olyan nagyon könnyű lesz abbahagyni. Nem lesz könnyű. Nem lesz könnyű. Sőt, épp ellenkezőleg. Egyre inkább uralom alá vesz téged, egyre inkább hajt valami újra és újra, hogy folytasd és folytasd. És az az érdekes, hogy igazából teljesen sosem ad teljes kielégülést, kiüresít, újra mész, újra kezded, még jobban kiüresít, még jobban nagyobb erővel vonz, és újra és újra és újra. És, újra. és mi lett belőled? Rapszolga a bűn rabszolgája. Jézus azt mondta, aki a bűn cselekszi, rabszolgája az annak. Ímé rabszolga lett belőled, aki szabad akartál lenni, mert minden szabad néked, a szexben is, és rabszolga lettél. Honnan van az ereje? Honnan van az ereje a szexuális kísértésnek? Miért ilyen erős? Egyrészt azért, mert Isten úgy teremtett bennünket, hogy a szexuális vágy, ami a fizikai testünkben van, az egyik legerőteljesebb vágy. Ez egyik oka, természetesen, hogy ez egy erős vágy. Azonban nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a testünkben, és most itt nem a fizikai testről beszélek csupán, hanem arról, amit a Biblia nevez testnek, ami igazából az újjászületésünk után, amikor már új ember vagyunk, az óember halott, de egyetlen hagyatéka van az óembernek, a múltunk. A test, ami a léleknek a vágyakkal teli része, amiben ott vannak azok a mintázatok a múltból, amit csináltál újra és újra, a bűn mintázatai, és azok előjönnek, és azok újra előjönnek, és van erejük van erejük. Hiába mész, utána bárhova elmenekülhetsz egy kolostorba, bezárhatod magad egy cellába, hogy kizárd a külső hatásokat, önmagad elől nem tudsz elmenekülni. A képek, amiket láttál, az élmények, amiket átéltél, ott lesznek, újra előjönnek. Hiába zárod, bemagad egy cellába, hiába zárod ki a világot, hiába ostorozod magad, a testedben lévő szexuális vágy nagyon erős lesz, és a testedben azok a mintázatok, amiket átéltél, előjönnek. És az ördögnek már nem sok dolga marad. szint egyet. Csak eszedbe juttat egy gondolatot, egy képet. A többit már elintézi a testedben lévő vágy, és azok a mintázatok, azok a mintázatok, amit hozol, és már el is buktál. Jakabhoz írt levél első fejezetének a 14-es és 15-ös versében ezt olvassuk. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogamva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ímé a kísértés és a bűnbeesés mechanizmusa. Itt a képlet, most olvastam fel. Így leszel rabszolgája a bűnnek, ahogy Jézus mondta, aki bűncselekszik szolgálja az annak. Viszont, viszont a jó hír az, hogy az újjászületésben történt valami, és erre újra és újra pálapostolnak is, és nekem is mindig emlékeztetnem kell titeket, és mindenkit, és magamat is. Mi történt az újjászületésben? Nagyon sok minden történt, erről már sokat beszéltünk. De van egy nagyon fontos dolog. Krisztus kereszthalála által Megszabadultunk a bűn uralmától. Nem a kísértéstől, nem a múltbeli memóriánktól. Mitől szabadultunk meg? A bűn uralmától. Nem uralkodik rajtunk többé a bűn. Sokan ezt nem hiszik, mert azt mondják, hogy nem tapasztalom. Azt mondják, olyan erősnek érzem a kísértést. Valóban? Pont erről beszéltem. El kell döntened valamikor az életed során, vajon kinek van, kinek van igaza? Istennek, aki azt mondja, hogy szabad vagy, vagy a tapasztalatodnak, aki azt mondja, hogy nem? Vagy hazudik az Isten, vagy igazat mond. Döntsd el! Döntsd el! De azok, akik elhiszik, hogy az Isten igazat mond. Azok, akik elhiszik, hogy a tapasztalatuk a múltbeli bukásaik ellenére, talán annak ellenére, és most is harcolnak akár a pornóval, vagy bármivel, a szexualitással kapcsolatban, azok, akik elhiszik, hogy Krisztus megváltotta őket, és már nem uralkodik rajtuk többi a bűn, azok számára valami elkezdődik. Hadd olvassak fel egy történetet, hogy mi kezdődik el. Augustinusról a következő történetet jegyezték fel, úgy az egyik legnagyobb egyházatja, akiről beszélek. Augustinus rengeteget küzdött a keresztény életében azért, hogy a szexualitás terén tiszta maradjon. Sokáig így imádkozott, Istenem tisztíts meg, de majd csak egy kicsit később. Aztán eljött az a pillanat, amikor mindent átadott Istennek. Felhagyott azzal, hogy szexuális erkölcstelenségben éljen a romlott barátaival, és többé már nem járt arra a környékre, ahol korábban velük találkozott. Egy nap azonban üzleti ügyben kellett arra mennie, és az utcán össze is találkozott egykori szeretőjével. A hölgy nagyon megörült és kitárt karokkal futott feléje, miközben így kiáltott, Augustinus, hát hova tűntél? Már nagyon hiányoltunk. Augustinus pedig egyetlen dolgot tehetett, az ellentétes irányba kezdett menekülni. A hölgy utána kiáltott, Augustinus, hova rohansz? Hisz én vagyok az. Augustinus futás közben átranézett, és csak annyit mondott, azért futok, mert én viszont többé már nem én vagyok. Jézus által új emberré lett, más életet élt. Ha Jézus tényleg megváltoztatta az életünket, az megmutatkozik abban, hogy menekülni akarunk a szexuális tisztátalanság. Ha újjászülettél, akkor te is új teremtés vagy. Krisztus vére megszentel és megtisztít. A másik dolog, amit az apostol itt elmond a paráznaságról, az az, hogy van egy olyan jellemzője a paráznaságnak, ami semmi más bűnnek nincs. Ez pedig az, hogy ezzel a bűnnel az ember a saját teste ellen vétkezik, ami ugye egy az úrral. Valaki persze most megkérdezheti, hogy hát miért a többi bűn az nem a test ellen van. De valóban ez egy jó kérdés, és az, hogy pontosan Pál apostol mit ért ezeken a szavakon, ezt nem olyan könnyű értelmezni. A biblia magyarázók és a biblia tudósok legalább 30 magyarázatot adtak egyébként erre a versre, hogy vajon mire gondolhatott itt az apostol, nem nagyon lehet pontosan tudni. De a legvalószínűbb magyarázat itt az, hogy Pál itt nem állít valamit, ami az ő mondani valója, hanem megismétli a korintusiak szlogenjét. Ugyanúgy, mint az elején beszéltünk arra, hogy megismételt, hogy minden szabad nékem, mert ez volt a szlogenjük itt is ezt ilyen szlogent idézhet Pálapostól, amikor arról beszél, hogy azt mondjátok, hogy minden bűn, amit az elkövet az ember, a kívül van a testén? Akkor én most mutatok egyet, ami belül van. A parásznoság. Tehát valószínűleg ilyen értelemben említi ezt az apostol ebben a versben, de valóban ez egy nehezen érthető igehely. De akárhogy is értjük, a mondani való ugyanaz. Aki ezt teszi, a saját testtel ellen vétkezik. Nézzük a 19 és 20-as verseket. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő szent lélek temploma? És azért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Ugye a harmadik rész 16. versében ott már láttuk, hogy Pál elmondta, hogy az újjászületett keresztény ugye Istennek a temploma, és igazából ezt újra ezt állítja kicsit másképpen, hogy az újjászületett keresztény a szent lélek temploma. Tehát az újjászületéskor kaptuk Isten szent lelkét, aki bennünk lakozik. Lakozást vett bennünk. Nem vagyunk a magunkéi. Isten tulajdona vagyunk. A történetünk a következő. Isten megalkotta az embert test és lélek együtt. Vannak, akik szeretik még tovább bontani, hogy test, lélek és szellem. Teljesen mindegy, hogy most hogy bontod az embert dihotó módon, hogy csak két része van, vagy trihotó módon, vagy három része. Teljesen mindegy. Van egy anyagi világban része, levő része, és van egy szellemi lelki része. Ez biztos. Tehát Isten teremtette az embert ilyennek, és Isten ezzel az emberrel volt kapcsolatban, és megszakadt ez a kapcsolat. Eltorzult az ember a lelkében is, és a testében is. És az történt a megváltásban a keresztény, hogy Krisztus a saját vérével visszavásárolt minket. Amit elvett tőlünk a bűn, ő helyreállítja. Az ővéi lettünk. A teljes helyreállítás még nem történt meg, ahogy mondtam. Ez még nem a feltámadott test. De ő megvásárolta nem csak a lelkem, a testem is, a fizikai testem. Újra mondom az állítást, a fizikai testemet megvásárolta a kereszten. Ezt fontos megérteni, mert így értjük meg Pálapostól gondolatát itt. Pál nem csak azt a negatív állítást mondja, hogy fussatok el a paráznaságtól, hanem mond egy pozitív állítást is, hogy mit csináljatok, mi a pozitív dolog. Dicsőítsétek Istent a testetekben, a fizikai testetekben is. Tehát a test nagyon is fontos szerepet játszik, hogy már beszéltünk róla. Nem igaz a görög filozófia hatása, hogy csak a lélek a fontos. Istennek a fizikai tested is fontos. És hadd mondjak egy másik szempontot. Gondolkoztatok már azon, hogy Isten miért teremtett nekünk fizikai testet? Miért nem vagyunk olyanok, mint az angyalok? Nem, hát lehet, hogy sokkal egyszerűbb volna minden. Épp a mai igényben kaptuk meg a választ erre a kérdésre. Azért, mert a testünk az Úré, és ez azért van, hogy Isten dicsősége rajta is megnyilvánuljon. Filippiekhez írt levél első fejezetének a 20-as versében így olvassuk, itt a Revidiát Károliból olvasom, mert sokkal pontosabban adja vissza a görögöt. Az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben, akár az életem, akár a halálom által. Tehát az apostol azt mondja, hogy Krisztus meg fog dicsőülni a testében. Erre lettünk teremtve. Arra, hogy Krisztus megdicsőjön az életünkben, a testünkben, a szexualitásunkban. Igen, igen, a szexben. Isten megdicsőül a szexben. Erre alkotta a szexet. És védett környezetbe a házasságon belül helyezte. Mindegy, mit mond erről a világ, mindegy, hogy az emberek hogy élnek vissza ezzel, az eredeti terv ez, hogy a szex Isten ticsőítse. Ezt az angyalok nem tudják. Csak mi tudjuk. Erre lettünk teremtve. A testünk az úré, mondja Pál. Tehát a tested fontos Istennek, ezt értsd meg, nem a magadé vagy. A Szent Háromság Istennek, a tested, az Atya alkotta, a Fiú megváltotta, a szentlélek lakozást vett benne. És arra rendeltetett, hogy az Isten tudja dicsvéteni. Egy kérdést még nem válaszoltam meg. Mi az igazi szabadság? Ugye a korintusiak ezt értették félre. De valójában mi is az igazi szabadság a Biblia alapján? A Biblia alapján azt láthatjuk, hogy az igazi szabadság az, amilyen állapotba kerülünk és élhetünk az újjászületésben. Szabadok vagyunk a bűn tekintetében. Mitől? A bűn büntetésétől, a bűn tudattól, a bűn szégyenétől és a bűn hatalmától. Óriási, fantasztikus szabadság. Szabadok vagyunk a törvény tekintetében. Mitől? A törvénynek való megfelelés kényszertől. Ez azt jelenti, hogy a törvény már nem fontos, felejtsük el Isten erkölcsi törvényeit? Nem. Nem ezt jelenti. Csak a motiváció más. Nem azért akarjuk betartani a törvényt, hogy ezáltal kivívjuk Isten kegyelmét és csodálatát, és bekerüljünk a mennybe, vagy bármit elérjünk nála hanem azért, mert megértettük, hogy a kereszt megváltott minket. És kegyelemből van üdvösségünk hitáltal, ingyen, Krisztus tett meg mindent a kereszten, neki sokba került. Neked ingyen van. És miután ezt fölismerted, nem azért akarod a törvényt betartani, mert egy megfelelés kényszer van benned, hanem azért, mert látod, hogy jó, hogy szép, hogy tökéletes, hogy a te védelmedre adatott. Olyan ez, amikor vezetsz mondjuk egy autót egy szerpentinen, és ott van a, a, az út mellett a korlát. Az a korlát nem azért van, hogy téged akadályozzon, hogy most arra ne menj, hanem ha egy kicsit gondolkozol, rájössz, hogy ez a korlát azért van. Mert ha az egyik kanyarban kicsit több gázt adtál, és megcsúsznak a kereket, és elkezdesz csúszni a szakadék felé, akkor az a korlát megfog. Akkor az megvéd. Isten törvénye erre adatott. A keresztény ezért csodálja, ad érte hálát, és tartja be Isten törvényét. Szabadok vagyunk a törvénytől. Igen és a szabadságunkban úgy döntünk, hogy Isten jó törvényét betartjuk. Mert szabad vagyok arra, hogy betartsam. Mert dönthetek így, és élvezhetem ezt, mert megláttam, hogy jó. Szabadok vagyunk arra, hogy bármit megtegyünk. De vigyázz! Aminek kiszolgáltatod magad, amit megteszel, annak ne legyél rabja. Nagy tanulság ez, mind abból, amit Pál elmondott, más területen is, nem csak a szexualitás területén. Szabadok vagyunk arra, legfőképp, hogy betöltsük azt, amire Isten teremtett minket. És erről beszélt itt a végén Pál Lapostól, hogy őt tudjuk dicsőíteni. Őt tudjuk dicsőíteni mindennel a gondolatainkkal, az érzéseinkkel, a vágyainkkal, az énekünkkel, az életünkkel, a munkánkkal, a szolgálatunkkal, a, szex, a szexualitásunkkal, mindennel. Mindennel az Istent akarjuk dicsőíteni. Erre lettünk teremtve. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Neked jó a terved. Jók a gondolataid. Az életünkre nézve. Bocsáss meg, amikor mi összezavarjuk. Bocsáss meg nekünk a szexuális bűneinket. Bocsáss meg nekünk, hogy a vágyaink azok nem egyeznek a te vágyaiddal. Urunk, szeretnénk ezt megvallani neked. Bocsáss meg nekünk, és köszönjük, hogy megtaláljuk a bocsánatot. Ha a keresztre nézünk, Látjuk Jézus vérét, ami értünk folyt ki, ami bűneinkért. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy szabadok vagyunk a bűn uralmától, és igenis mondhatunk nemet a kísértésnek. És uram, taníts meg arra, hogy fussunk, ahogy József is futott, és meneküljünk a paráznaságtól. Uram, én imádkozom most azokért, akik benne vannak. Egy kapcsolatban, a pornóban, valamilyen szexuális perverzióban, ami nem a te akaratod szerinti. A házasságunk kívüli szexben, Uram, imádkozom ő, őértük, hogy meg, meg, meglássák, hogy te szereted őket, és meg akarod őket ajándékozni a szexel is, a maga helyén, a tőled való terv szerint. Uram, imádkozom, hogy azok, akik benne vannak, ki tudjanak jönni, és imádkozom, hogy helyre tudjanak állni, és imádkozom, hogy meg tudják majd élni a szexualitást, a te akaratod szerint, a házasságban, akkor is úgy, amikor te ezt jónak látod. Köszönjük Istenünk a te ígéd, és szeretnénk téged dicsőíteni. A szexel és mindennel, amit az életünkben teszünk, gondolunk, add meg nekünk ezt. Jézus nevében imádkoztunk. Ámen. Isten áldjon titeket, jövő folytatjuk. Sziasztok.